Ez egy a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban kikölcsönözhető e-könyvolvasó eszköz. Használata egyszerű, például az interneten elérhető ingyenes elektronikus könyvtárról feltöltenek rá egy könyvet, és már rögtön használható is a nyomtatott könyvek digitális megfelelője. Nem tudom, hogy próbáltak-e már a kedves nézők tableten vagy számítógépen könyvet olvasni. Eléggé rontja a szemet. És kitalálták ezeket az e-book olvasókat, amik gyakorlatilag úgy néznek ki, mintha papírról olvasnánk, de ez mégis egy elektronikus eszköz. Az előnye az, hogy 3-4 ezer könyv is ráfér 30 ezer forintért. Az e-olvasó eszközök előnyeit az oktatásban is ki lehetne használni a gyártó cégek szerint, így ugyanis a gyermekeknek nem kellene nehéz táskákat cipelniük az iskolába, hiszen elférhetne az összes könyvük egy készüléken. Az eszköz iránt ma már nem csak a fiatalok érdeklődnek, ezt valamint az e-book számos előnyét felismerve döntött úgy a megyei és városi könyvtár, hogy elérhetővé tesz több modern eszközt olvasói tagjai számára. 30 darab e-book olvasó kölcsönözhető a könyvtárunkban, bárki, aki be van iratkozva hozzánk, ugyanúgy, ahogy 6 darab könyvet hazavihet, 5 darab könyv után 1 darab e-book olvasót is hazavihet, amin amúgy alapból 300 könyv van feltöltve, ez szabadon használható, de ott van például a Magyar Elektronikus Könyvtár az interneten, ahonnan ingyen, jogtisztán letölthet még további könyveket. A megyei és városi könyvtárban az Internet Fiesta című rendezvény keretein belül ma az e-bookokkal ismerkedhettek az érdeklődők. A programsorozat március végéig tart, több előadás lesz az internetezésről és a közösségi portálok szociológiájáról is.